Otthonában támadták meg az amerikai képviselőház elnökének férjét. Paul Pelosin sikeres műtétet hajtottak végre, ezért várhatóan felépül a fejét és a karját ért sérülésekből. A betörés idején felesége Nancy Pelosi Washingtonban tartózkodott. Az Egyesült Államokban 10 nap múlva tartják a félidős választásokat. A hátsó ajtón hatolt be a San Franciscói házába, mielőtt megtámadta Paul Pelosit egy férfi éjjel 2:30-kor. Paul Pelosi azonban még fel tudta hívni a segélyszolgálatokat. A helyszínre érkező rendőrök azt tapasztalták, hogy Pelosi úr és a gyanúsított kezében is kalapács volt. A gyanúsított elvette Paul Pelositól a kalapácsot és erőszakosan megtámadta vele. A rendőrök azonnal leterítették a gyanúsítottat és őrizetbe vették, jelentette be a San Franciscói rendőrfőnök. Feltételezések szerint a támadó valódi célpontja Pelosi felesége Nancy Pelosi volt. Az amerikai képviselőház elnöke közleményt adott ki, mely szerint a 82 éves Paul Pelosi koponyatörést szenvedett, és a jobb karja is súlyosan megsérült, azonban műtétjét követően várhatóan teljesen fel fog épülni a sérüléseiből. A 42 éves támadót egyebek mellett gyilkossági kísérlettel, bántalmazással és betöréssel vádolják. Egyelőre vizsgálják, hogy mi volt az indítéka. Ebből elég volt, minden lelkiismeretes embernek egyértelműen ki kell állnia a politikai erőszakkal szemben, függetlenül attól, hogy melyik politikai oldalon áll valaki, jelentette ki Joe Biden egy kampányrendezvényen. A november 8-án esedékes félidei választások előtt kampányolt az elnök és alelnöke Kamala Harris is az egyik csatatér államnak számító Pennsylvániában, ahol a felmérések szerint mindössze 0,3 ponttal vezet a demokrata párti jelölt, republikánus párti kihívója előtt. A választók megnyerése érdekében Joe Biden még a philadelphiai baseball csapat logójával ellátott zokniát is megmutatta. Barack Obama korábbi amerikai elnök pedig Georgiában kampányolt. Itt a jelenlegi demokrata párti szenátor Raphael Warnockot egy ponttal megelőzi a felmérésekben a republikánus párti kihívója Herschel Walker. Szakértők szerint ezért Georgiában dőlhet el a szenátusi többség sorsa is. A demokrata párt ugyanis jelenleg egy szenátorral van többségben a szenátusban.